neve operenciások. A jelentése tágabban határátlépést jelent, a tudattalan, a láthatón túl, a racionálisan túl birodalom. Az élménypedagógiai csoport 2011 óta formálódik, és szélesebb körben igyekszik megismertetni ennek jellegét és módszereit. Nemzetközi nagyrajzolás centenáriumban évfordulója alkalmából, akkor a Vörös Sándor centenáriumi év alatt voltunk a Millenáriusban és több helyszínen, művészetek palotájában rendszeresen vagyunk, az állatkertben többször voltunk, műcsarnok építészeti biennálén is csináltunk egy nagy projektet gyerekekkel, felnőttekkel. Meghatározó a kommunikáció, a mentális állapotunk, a motiváltságunk, a szociális érzékenységünk, kezdeményező képességünk, teljesítményünk, alkalmazkodó képességünk szempontjából. Három kérdésre szeretnék saját tapasztalati választ adni, a hova, a miért és a hogyanra. Ugye a hová valamiféle célt feltételez, de én inkább irányt mondanék, hogy milyen irányba törekszünk, mert hogy az egyén felől közelítjük. A miért kérdésre azt mondanám, hogy mert nincs más alternatíva, mint hogy a kommunikáció a külső és a belső világ között egy olyan átjárható és biztos dolog. Arra egy nagyon egyszerű választ tudnék adni, nem én, hanem Goethe, aki azt mondta, hogy nem végrehajtani kell egy utasítást, mint amit az előbb mondtam, hanem építkezni, tehát teremteni kell. Operenciás csoportot kényelzi, és minden egyes foglalkozáson ott van, és minden egyes tanárnál, aki ezzel foglalkozik, hogy az én kép van körüljárva. Határokat keresgessük, hanem határtalansággal a gerincet, ami középen megtart mindent, mert ugye az egyensúlyi pozíció, amit az én hivatott elérni az életben. A felnövekedés során az egész érzést elveszítjük arcunknak darabjait, és mint Osiris elindulunk megkeresni és újra összerakni ezeket. Ki kell találnunk a labirintusból, foglalkoznunk kell magunkkal és a világgal való kapcsolatunkkal. Mindazt, amit hoztunk, kaptunk, tanultunk, érzünk, sérültünk, ki kell tudni rakni a fizikai világba, kifelé kell tudnunk áramoltatni az energiáinkat, sérüléseinket, tapasztalatainkat, át kell adnunk. Ez az oldás történhet bárhogyan, csak ne kényszer legyen, ne merev legyen, ne egyetlen egy alternatívaként jelenjen meg, tehát szabad legyen. Katalizátorként energetizáljon, inspiráljon. Az egész életúton keressük arcunknak darabjait, hogy újra közelítsünk valami egész féléhez, egy viszonylagos belső nyugalomhoz. Tulajdonképpen az élmény a tanulásnak egy előjátéka. Az élmény különböző tudásokat, információkat képes összekapcsolni minősítés nélkül. Csak síkban ábrázolnak, és nem igazán érdekli, nem köti le őket a valóságos tér, melyben a fizikai világunk történik. Náluk a fantázia, az intuíció, az álom teljesen összefolyik a valósággal, egyenértékű. Érdekelni kezdik át a tér, a fény, az árnyék és a plasztika. Kettős fókuszban dolgozunk, egyszer a fókuszában kifelé, a kint megtérténő fizikai dolgokban, hiszen alkotunk, létrehozunk, folyamatosan a felszínen anyagokkal vagyunk elfoglalva, és miközben ezt tesszük, belülre is fókuszálunk, hiszen belső szubjektív mély tartalmakat dolgozunk ki.
párhuzamos folyamatokat és narratívákat segít értelmezhetővé tenni, persze más és más szinteken. És itt van hihetetlen nagy szerepe a szabadon tanító jellegű élményeknek, mert bizonyos komplexitásra és szintetizálásra képes, és közben folyamatosan old. Támadik valami olyan érzékelés, ami addig volt, másrészt meg megnyílik valami egészen más, ugye a tanulási folyamat. Az, hogy a fókuszpontunk mikor, hová helyeződik, milyen tagolás, ritmus alakul ki, van-e saját élettechnikánk, tudjuk-e figyelni energiáink áramlását, vagy eltűnését, vagy sűrűsödését, nem mindegy. Az életminőség szempontjából. A fókusz, az arány, a mérték meghatározó, és az élménypedagógia indirekt módon tanít mindenre, játékos módon. A térábrázolás és azon belül a konkrét fényforrás, az árnyék és ezáltal a plasztikusság iránti kíváncsiság. Az érzéki létet felváltja a tanulás és minden elsajátított ismeret. Később tanult előképként fog szolgálni minden ítélethez, viszonyítási pontként. Egyszeri ember létében telik az idő, jönnek frakkok, megtorpanások, jön a labirintus, az útvesztő, a dantei erdő, a káosz. Szinte mindenki életében ez bekövetkezik. Megyünk a városban, ugye látok egy házfrontot, látok egy építészeti látvány, és amögé mi már? Embereket képzelünk, lakásokat képzelünk, tehát van a valóság, amit érzékelünk, és van valami, amit mögé gondolunk. És nem teszünk különbséget az érzékelés és a véleménynyilvánítás között, sőt, megfordítjuk. Egyszerre több mindenről szól. Esélyünk van arra, hogy otthonossá váljunk saját világunkba, és ezáltal a külső világ nem lesz idegen, nem lesz ellenséges, hanem épp ellenkezőleg elfogadható, élhető. Az eltűnés esztétikája című könyvében írja Virgilio, hogy az eltűnés a kilépés a fizikai világból, a hétköznapokból. Már gyerekkorban elkezdődik. Például a hintázással, vagy azzal, amikor valaki pörög, forog, szereti, ha forgatják a levegőbe. Van egy fiktív táblázat, és egyébként a művészeti tevékenységnek a sajátja, hogy ezt a fiktív táblázatot meglátjuk valamiben, egy tárgyszerű anyagszerű dologban, én táblázatot látom meg, és ebben segít egyébként a munkadarab is, ugye meglátjuk ebből mit lehet csinálni. És amikor ez a táblázat elég nagy és elég távolra mutat, akkor magának a tevékenységnek az ereje megsokszorozódik, a szizellátak finomabb, értelmek, értékesek, harmóniákkal teli lesz. Világfelfogása és nem érzékszervi alapvetően, hanem harmóniára épülő. Minden lehet banális, tőlünk függ, hogy milyen mélységben jutunk el. Ugye mindenki ez csak az jut el, amihez már ő is eljutott. Közben is, amikor fárad valaki, amikor kicsit monotonná kezd válni, akkor megint szükség van egy élményimpulzusra, amitől a vágy újra kialakul, hogy legyen kitartása. Van egy olyan fajta vágya is, hogy időnként ki akarja üresíteni magát. Nagyon sok minden meghatározott és mozgat egy egész életen át, akár a tártalan pillanat, a szorongás, ugye a kíváncsiság, mert az ember a legelégedetlenebb lény, ugye le akar menni a tengerek mélyére, föl akar menni a
a Holdra, meg minden, tehát nem elégedett a sorsával, hanem mindenképpen valamilyen isteni pozícióra vágyakozik, magán is akar van is lenni egyszerre. Tehát egy hihetetlen elégedetlen kiváltsú lény.